köszönteni és bemutatni vendégeinket, akik tavaly az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett megemlékezés előtt részt vett az előadáson, az már ismerheti Dr. Nagy Péter történészt. Ő egy kutatása alkalmával ismerkedett meg Molnár Andorné Braun Klárával. Aki vállalta, hogy eljön iskolába, és most elmeséli nekünk a saját történetét, és ezen keresztül megismerhetjük a II. Világháború bizonyos történéseit. Akinek lesz majd kérdés, az ne tartsa magába, de csak az előadás végén egyesével ide legyetek szívesen gyertek ki, és akkor lehet kérdezni. Amit most hallani és látni fogok, az mind valós történet, és valóban átélte a vendégünk. Legyetek szívesek, figyelmesen hallgassátok és figyeljétek az előadást. Köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Dr. Nagy Péter történész vagyok. Hogy a II. Világháborút megértsük, kicsit vissza kell mennünk az időben. A 19. század végére, ahol a Földet az európai államok gyarmatai alkották. Németországnak azonban nem jutott gyarmat, és Németország közben megerősödött, és ezért van ki végül is az első világháború, ami Németországnak a vereségével végződött, és Németország pedig vissza akart várni, és Európának a meghódítására törekedett. 1933-ban jutott hatalomra Hitler, akinek az elképzelései között szerepelt, hogy Európa országait leigázza, és létrehozza a harmadik birodalmat. 1939-ben megindult a II. Világháború, aminek Magyarország is részese lett. Magyarország 1941-ben lépett be a világháborúba, majd először a németek, utána pedig az oroszok szállták meg Magyarországot. A második világháború ismét a németek vereségével zárult, és korábban nem látott háború volt, a legpusztítóbb háború, és a legtöbb halálos áldozat az emberiség világtörténelmében. Összesen 75 millió ember halt meg a világon. Ebből a magyarok közül körülbelül 1 millió ember. Közöttük csak 350 ezer volt katona, többiek pedig civilek voltak. Hitler különösen támadta a zsidókat, zsidó származásúakat, gyűlölte őket, és a németek ellenségének titulálta őket. És először számos jogot elvett tőlük. Hivatalokban nem dolgozhattak, majd pedig a teljes kiirtásukra törekedett. Munkatáborba vitték a zsidó származásúakat, ahol dolgoztatták őket, nagyon rossz körülmények között, és sokan sajnos ott maradtak. És aki pedig munkaképtelen volt, őket egyenesen a gázkamrába vitték és megölték. Körülbelül 6 millió zsidó származású ember halt a II. Világháború idején, akiknek semmi bűne nem volt, csak az, hogy zsidó származásúan születtek. Sokan nem is voltak vallásosak közül zsidó vallásúak, sőt keresztények lettek csak, nagyszüleik zsidó származásúak voltak.
Magyarországból körülbelül 460 ezer zsidó származású ember halt meg második világháború idején ártatlanul, és akik túlélték a kegyetlen munkatáborokat. Ők is tovább életük végéig viselték ennek testi, lelki következményét. Itt van közöttünk Molnár Andorné Klári Vini, aki szerencsésen ő menekült a munkatáborokból, és életének 93. évében van ebben az évben, és ő maga az élő történelem, és beszélnék a helyeknek, hogy átélt ezeket a hozzámokat, és fogadjátok nagy szeretettel őt, aki nagyon nehéz témáról, szívesen osztja meg az emlékeit, hogy mindenki tudja, hogy mi történt, és okulhasson, gondolhasson előre. Ő mindösszesen 17 évesen került a munkatáborba. És másfél évet töltött távol a szülőföldjétől. Mindez már 75 éve történt, így nagyon kevesen vannak, akik élnek köztünk. Így ezért is nagyon fontos, hogy eljött és vállalta ezt az előadást és beszélgetést. Innentől átadnám a szót Klári Vininek, hogy mesélje el a történetét. Tárnyi egy családja.
nagyobbik. És Csillag. Már Rini családja milyen körülmények között él, mozgom? Hát nagyon szerény körülmények között éltünk. Még rosszabb körülmények között is éltek emberek, mert az Ózdi-Bazsár több mint 10 000 embernek adott munkát. A környékéről csoda jártak dolgozni az emberek. De el nem tudtam képzelni, hogy milyen lehet egy fürdőszoba. Én 23 éves voltam, amikor először fürdőszobát láttam, akkor költöztem. Budapestre, és akkor láttam fürdőszobát, addig nincs. A udvarnak a végében volt 3 fal WC, és oda jártunk ki. És vallásos volt a család? Nem volt vallásos a család. De tudtam, mindenkit egybe vette, akár vallásos volt, akár nem volt vallásos. Mindenki, hát az ember nem választhatta meg, hogy hova születik. És mi történt 1944-ben? 1944-ben az történt, hogy miután a gettóból elvittek bennünket Diósgyőrbe. Diósgyőrbe szedték össze az egész Borsod megyei gettóból az embereket. És ott vagoníroztak be bennünket, és vittek Auschwitzba. Hát Auschwitzban rettenetes dolgunk volt. Még először, tessék beszélni, hogy egy sárga csillagot kellett viselni. Hát sárga csillagot is. Ahogyan bejöttek a németek, már kellett kezdeni viselni a sárga csillagot. Hát az mindenkinek, nem lehetett az utcára kimenni sárga csillag. És ez mit jelentett? Megkülönböztető jelet jelentett, hogy nem lehetett sehová menni. Se idegenhez, se ismerőshöz, vagy rokonhoz, sehová nem lehetett menni. A sárga csillag nélkül. És aztán rövid idő alatt, körülbelül 2-3 hét alatt mentünk be a gettóba, és a gettóból pedig Diósgyőrbe vakonéroztak be bennünket, és úgy vittek el Auschwitzba. Auschwitzban láttunk először német katonát. Addig senki németet nem látunk katonaként. Csak a magyarok voltak, a nyilasok voltak, és összeszedett mindenféle emberek, akik átsingóztak arra, hogy megkapják a zsidóknak a vagyonát, a lakást, mindent az égvilágon. Mindent kiraboltak, magukhoz vettek, volt akinek odaadtuk, hogy őrizze meg a valminkat, hát nagyon kevés valamit őriztek meg, és nagyon keveset kaptak hozzá a formán semmi. Kezdeni. Na, amikor elvittek Auschwitzba, akkor hát a német katonák felszálltak a vagonokba, és akkor mindenkit letereltek, és bevittek bennünket, így elválasztottak bennünket. Egy kézlegyintéssel, mint utóbb megtudtuk, Mengele és még egy másik tiszt volt. Mengelező orvosi kísérleteket is végzett, és nagyon sok embert megölt. Én Mengeléhez nem kerültem, de egy alkalommal, amikor állandóan sorba állunk a tűző napon, mert ott semmit nem lehetett dolgozni a sűrűben, akkor bevittek engem is a kórházszerű épületbe, adtak injekciókat, én nem tudtam, egy szavukat nem értettem, és nem tudtam, hogy mit csinálnak velem. Később, mikor haza
és hogy megfertőztek, és gyerekem soha nem lehetett. Úgyhogy, de olyan körülmények között éltünk, hogy például a kosztunk az reggeli egy szelet kenyérből lehet, és valami fekete italból, ami nem tudtuk, hogy kávé vagy teje, vagy micsoda. És ebédre pedig kaptunk valami egy tálat, és abban valami levesféle volt. És semmilyen köket ebbe eszközünk nem volt, egy se tányér, se egy panár, semmi. Úgy kellett inni abból a tálból, hogy mindenki belejött. És ez volt az ennivaló, a déli ennivaló. Akinek a végére jutott valami, akkor azt kivette kézzel, és akkor megettünk. És így ment nap, mint a nap, a földön aludtunk úgy, hogy csak egy oldalt lehetett aludni, és ha valaki már nem bírta az egy oldalú alvást, és meg akart fordulni, akkor mindenkinek a sorba meg kellett fordulni. Mert fel kellett ébreszteni az embereket. Rettenetes dolog volt, ez 6-7 év volt, amíg ott maradtunk Auschwitzban. Utána kértek egy fegyvergyárba embereket, hogy 1000 embert küldjenek oda. Ebben az emberben mi is benne voltunk. És akkor elvittek bennünket Lichtenauba, úgy hívták azt a várost, ahol volt az a fegyvergyár. Hittem, amit kilőttek fegyvereket a repülőgépekből, azokat töltöttük meg robbanó anyagokat. Nagyon nehéz munka volt, különösen a 15 éves fogomnak sokkal nehezebb munkát végzett, mint én, mert én az üres hüvelyeket szállítottam. Ő pedig a megtöltött, tehát teli bombákat, és bírtam. Egész addig ott dolgoztunk, augusztus 1-én mentünk el Auschwitzból, és ott dolgoztunk a következő év 45 körülbelül márciusáig. Március. Egy kicsit bérünk vissza még Auschwitzba. Igen. Hogy tetszett mondani, hogy mikor megérkeztek, akkor kopasztran írták a... Ja, hát igen. Amikor megérkeztünk, akkor elválasztottak a hozzátartozóitól. Azokat, akik életben maradtak, azok általában 40 éves korig voltak, 18-40 éves korig. A 18-16-18 év alattiakat, azokat is elválasztották, és azt hittük, hogy könnyebb munkára küldik őket. Édesanyám 40 éves volt, és egy nagyon erős asszony, aki soha kórházban nem volt, 5 gyerekét ott szülte meg. Szóval mindannyian olyan erősek vagyunk a mai napig is, mert a húgom is 90 éves elmúlt, és ő is olyan fiatalos és erős, hogy nagyon-nagyon nehéz találni ilyen embereket, és én is a koromhoz képest nagyon jól bírom magam, hál' Istennek. Tetszett tudni, mi történt a családtagokkal? Hát mondták, a lengyel kapóknak hívták azokat a lengyel zsidókat, akik már régebben ott dolgoztak. Őket előbb elvitték egy-két évvel korábban, és akkor hát szagolgattuk a levegőt, mert
lehetséges, hogy élő embereket voltak közöttük munkaképes emberek, és az én édesanyám is 40 éves, hát egy fiatal volt, és erős, és nagyon sokat dolgozott, és nagyon sokat elbírt, hát rengeteg munka volt az 5 gyerekkel, és háztartással, főzéssel, mindennel. És a orvosod, se minket nem kellett vinni, se ők nem voltak. Három gyerek, aki oda veszett, azok is egészségesek voltak. Mikor tudta meg Klári néni, hogy ők megvoltak? Amikor hazajöttünk, akkor tudtuk meg, és hát ez egy borzasztó, rémes dolog volt, amikor megtudtuk, hogy nincsenek. És nem csak ő, hanem az egész Bosznia közül senki nem volt, aki hasonló korú volt, vagy gyerekeik voltak. Amíg oda ment egy idősebb, egy fiatalabb nő, és segíteni akart a gyerekes mamának, mert több gyereke volt, és nem tudta fogni a kezüket, azt is beterelték, hiába nem az övé volt, az nem érdekelte őket. Beterelte azokat is, és azok is elmondani, hogy elpusztultak. És azt tetszett mondani, hogy tisztálkodni kellett? Hát tisztálkodni aztán nem lehetett semmi. Hát nem volt semmi tisztítószer. Elvittek bennünket oda, ahol már megérkeztünk Auschwitzba, abban az épületben, ahol hát bennünket hajókat levágták, szörtelenítettek teljesen. Ugyanabban az épületben vittek el, és ott levet köztettek Mesztelárra, Romátyiből, mindent elvettek tőlünk. Már amikor megérkeztünk, akkor is. És akkor adtak nekünk másik fertőtlenített ruhákat adtak. És ez nem érdekelte őket, hogy kicsi vagy nagy, vagy egyáltalán jó, de csereperélgettük addig, amíg fel nem tudtuk venni őket. Így tudtunk. És hetenként elvittek bennünket, és akkor ott fürdettek meg. Hát nagyon rossz érzés volt egyáltalán bemenni abba az épületbe, ahol minket szörtelenítettek. És hát mindenkinek a haja az teljesen kopaszra le volt vágva. És a másik az, hogy hát vétélt nem volt semmi. Volt egy latrina, ahol sorba kellett állni egész nap, mögöttük volt a latrina. A latrina olyan műzős volt, mert állandóan tele volt, hát ott a több ezer ember volt, aki járt, és hát az kifolyt az udvarra. És akkor ott kellett tenni azt a keveset, amit kaptunk, nagyon keveset kaptunk. És hány kiló tetszett lenni? Én 27 kiló voltam, amikor felszabadultunk, és akkor megmértek, amikor már az oroszokhoz kerültünk. Ilyen somány emberek voltak, mint a képen látható. Hát mert a képen már itt nem 27 kilók voltunk, már több voltunk, mert voltunk majdnem 3 hónapig, 2,5 hónapig, voltunk karanténban, és a karanténban felszabadulás után ott már azért valamennyire helyre jöttünk, mert előfordult,
És akkor vittek be, bennünket Leipzigbe. Ott is volt egy gyár, de azt a gyárt már nem állították már elő. Nem sokára, hogy Leipzigbe értünk, már ott is ágyúlövéseket hallottuk, tehát a felszabadító csapatok ott is utolértek bennünket. Akkor onnan kivittek bennünket, és hát úgy hívják ezt, hogy halálmenet. Tehát ez így is volt, ahogyan a Radnót is megírta a versében, hogy nem kaptunk enni hetekig, és nem volt fölöttünk semmi. Tehát esett az eső, ez áprilisban volt, állandóan az eső esett, és azt hittük az esővizet, amennyire tudtuk hinni, és semmi jelenet nem találtunk. Szántóföldekre vittek, mert először úgy volt, hogy a utakon megyünk, a fő utakon, de akkor visszafelé vonultak a németek is, mert már mindenütt vesztességet éreztek, hogy vesztességük volt, és kellett nekik visszavonulni. És akkor mi is mentünk, Cheapers.
Sokan meghaltak ebben a menetben? Én is úgy volt, hogy én már nem bírom tovább menni. És akkor mondtam a húgomnak, aki erősebb volt nálam. Ma is erősebb. És gyakran jár Amerikába, mert a lányaik, a lánya és a veje is orvosok, tanultak tovább. Ő is tanult tovább, mikor hazajöttünk. És ő újságíró lett. Távirati irodánál dolgozott, nem is ment nyugdíjba. Én a betegség miatt nem tudtam tovább tanulni. Úrzó nem volt, csak ellenkiskola, semmi más nem volt. És én otthonra jártam polgáriba. És hát azzal nem tudtam mit kezdeni, mert több. Mikor följöttünk Pestre 49-ben, akkor én már alig vártam, hogy följöjjünk, mert állandó emlékeim voltak a családról, és én nem bírtam ott az utcánk előtt, a házunk előtt nem tudtam elmenni. Úgyhogy annyira vártam, hogy bárhová menjünk, csak Osztra. Karanténben tetszettek lenni, a ruhát miből varták, hogy volt? Hát az ruhavarrás, az érdekes a ruhavarrás. Amikor már mi felszabadultunk, akkor nagyon sok német lakásból elmenekültek az emberek, és elmentek. És mentek a lakásokba, és hoztak el, amiket tudtak használni. Én nekem olyan rossz érzésem volt, hogy én sehová nem mentem, se a húgom nem ment sehová, és mi semmit nem szereztünk be magunknak. Én azt mondtam, hogy ugyanezt csinálhatták a mi lakásunkban is, hogy ott hagytuk a berendezett rendes lakásunkat, és most csak oda mennek be, és viszik el a holmikat. Én nem tudnám fölvenni azokat, vagy elhozni, hogy semmit sem. Nem is mentünk be egy lakásba sem, ami el volt hagyva. És akkor valamelyik társunk, már nem emlékszem, ki volt az, sok közül, és valamelyik társunk levett az egyik lakásból bársonyfüggönyt, és a bársonyfüggönynek volt egy bérése, egy ilyen szürke, sejmes bérése volt. És azt mondta, hogy hát önnek nem kell az a szürke anyag, mert tudta, hogy én semmiért nem mentem el, ide adta nekem. Tehát már olyan rongyos ruhában jártunk, hogy borzasztó, és nem volt. Más után csak az az egy, ami rajtunk volt, semmi nem volt. És akkor én csináltam kézzel varva, valaki még tűrcérnát, olót hozott, és akkor mind a kettőnknek csináltam ruhát, és abban a ruhában jöttünk haza, amit akkor csináltam a bérésanyagból. Ezen a képen a felső sorban rajtam. És én megmutatom, amit én mikor elhoztam. Jó. És utána hova kerültek már a nénik? Na most utána... Hát... Utána elvittek karanténbe bennünket. Ez Németországban bejjebb volt, jó volt, nem tudom miért, mi volt a céljuk az oroszoknak. Szóval bennünket tulajdonképpen az amerikaiak szabadítottak fel, mert azok voltak már közel hozzánk. Néhány nap múlva, amikor már lemegette a húgom, mondja, hogy nagyon lőjönek, hogy lemaradjak a sorból, akkor jöttek az amerikaiak, és akkor azt mondta a parancsnokunk, hogy megy és átad bennünket a
felszabadítóba. És úgy is volt, mentek a tolmácsokba, és felszabadítottak bennünket. Most néhány nap múlva vége lett. A németek elvesztették a háborút, pár napra rá vége lett a háborúnak is, és akkor vittek bennünket. Hát az első, szabadultunk fel, oda vittek először. És Wurtemből elvittek bennünket, mert átadtak az amerikaiak, illetve az oroszoknak, az oroszokhoz kerültünk, nem az amerikaiakhoz. És az oroszok, nem tudom miért, de elvittek bennünket Németországba, beljebb. Képet láthatjuk. Igen. El tetszik mondani, ki az, aki életben maradt, és ki az, aki ott maradt. Van, itt van a két.
testvérem van, az édesanyám, a nagymamának az ölében. Nagymamám az Ózd mellett született egy kis faluban. Hívták, hogy Zubony. És akkor csak Lári lény maradt életben a családból két lány. És az itt a testvérem. És az édesapa. És az édesapám, és a, itt a testvére maradt élet. És a többiek mind oda maradtak, akik fényképpen vannak. Mind a két nagymama, édesanyám, és a három kisebb testvérem, a két fiú és a kislány, aki nincs itt a képen, mert akkor még nem született meg, amikor ez a kép készül. De amikor kimentünk Németországba, 8 hónapos volt. 8 éves volt, nem 8 hónapos, 8 éves volt akkor a kislány. Mind ott haltak meg Németországban. És mind ott haltak meg. És én nem mentem többé vissza Auschwitzba, mert volt olyan kedvezményes utazás, a város is meghívott, ahol dolgoztam. Vendégül látnak bennünket, és menjünk el, a szobrot csináltak a rólunk. És a nevünket felírták, de én nem mentem sehová se el, mert én nem akartam. Még Ózdra se mentem el, mert nem akarok oda menni, és nem akarok újraélni. Ez valami ottan történt. És ezen a képben, amit látunk itt a szomszédok szerepelnek, ki az, aki életben maradt, aki a képen szerepel? Az üres szekrényekben csak ez az egy. Csak üres szekrények voltak. Halott meg. És semmi más. Nem maradt meg véletlenül, tehát ez is már szétment, tehát ez az 100 éves. És ha jól tudom, volt, aki eladta a bútorokat, meg eszközöket, szomszéd? Persze, volt szomszéd. Hát senki nem szólt az édesanyámnak, meg a férjemnek, hogy mi valamit odaadtunk. Visszajövünk, és hát nem jöttünk vissza. És akkor édesapám meg a férjem
hogy semmi. Azt mondjuk, hogy az a jövünk, és akkor itt jól lakunk majd, és van minden, ide-haza. És semmi nem volt. Még októberben sem. Édesapám valakitől kapott egy nyulat, és azt közték meg, és azt tettük. Én soha életemben nyulat nem ettem, és nem éhes voltam, de nem tudtam megenni a nyulat akkor sem. És mennyire volt nehéz új életet kezdeni utána? Hát nehéz volt. Nehéz volt nagyon új életet kezdeni. Édesapám és a férjem, ő korábban hazajöttek, és akkor édesapám elkezdett dolgozni. Akkor már kezdtek a gyárban is fizetni bért, és akkor csinálta a tetőket az édesapám, mert bádogos volt, és a házak tetején is dolgozott. Akkor még nem volt a csatorna, kéntelenül csinálható, és nem volt csatornák, minden kézzel kellett csinálni. És ő fölment a házak tetején, és dolgozott minden. És hol tetszett dolgozni? És Budapesten tetszett körülöttözni? 49-re feljött Budapestre. Mindenket nem volt érettségünk. Nagyon nehéz volt az elhelyezkedés. Mert hát utóbb jártam polgáriban, és olyan nehezen tudtam elvégezni még a 4 polgárit is, hogy csak a 4 elemet végezte a Bozdon, és ott nem volt semmiféle iskola továbbiakban. A testvérem az ugye a polgáriban ment, addigra visszakaptuk Csehszlovákiát, és Tornaljára ment iskolába, és ott végezte el a 4 polgárit. És mind a ketten elmentünk gyors és képírást tanulni. És mind a kettőnket 6 hónap alatt megtanultuk, mind a ketten. Vettünk egy gépet, írógépet, és állandóan tanultunk, és 6 hónap alatt megtanultunk. Úgyhogy mi májusban, január 1-én, májusban jöttünk fel Pestre. Január 1-én, 50-ben már mentünk dolgozni. Őt kiküldték a testvéremet a rádióban dolgozni. És mondtam, hogy nincsen érettségje, lehet szerette dolgozni valahol. Oda kerestek egy munkatársat. És egy olyan rendes nővel találkozott, aki beszélgetett vele, és azt mondta, hogy indul itt egy iskola, ahol újságíró iskola, ahol ha be tudná őt osztani, érettségével is, és ha elvégzi az iskolát, akkor jó állást kap. Addig viszont, amíg el nem végzi az iskolát 3 évig, addig nagyon kevés fizetést kapott. Vállaltunk, hogy öregedt az iskolába. És el is végezte, és távirat irodánál dolgozott. Nagyon sokáig. Én viszont engem kiküldtek Budaörsi repülőtérre. Ez borzasztó messze volt. És én nem voltam ismerős Pesten. Nem jártam. És visszamentem, és mondtam, hogy én ilyen messzire nem tudok elmenni dolgozni, valami másikat keressenek nekem. És akkor találtam a Dózsa György úton szakszervezetet, amely ért munkást. És akkor elküldtek engem, de én nem tudtam, hogy milyen, azt sem tudtam, hogy mi a szakszervezet. Mert oda nem volt meg szakszervezet, csak hogyha volt,
szervezet tudott tartozott. És kipróbáltak engem, és megfeleltem, aztán megnézték, hogy hová keresnek. Kiderült, hogy nem, ők nem kerestek sehová sembert. Na, az építőipari szakmát, a Mémoszba kerestek embert. És akkor átmentem felépítő épületbe a Magyar Építőipari Munkások Országos Szövetségéhez. Valóban ott kerestem, újból kipróbáltam, megfeleltem, és ott dolgoztam 15 évig. Járt az időnk közben. És úgyhogy már legyen biztos tudnak sokat mesélni. Igen. Inkább átadnám a szót, akinek kérdése van, nyugodtan elteheti. Már erre mentem, és onnél mentem nyugdíjba 55 éves
azt, amit az oroszok kaptak, de főtt gersmét, ilyen árpa, gyöngyöt, és sós halat, semmi más nem. Erősebb volt, mint én, Istenem. Én nagyon vékony csontozató vagyok. Erősebb csontozató most is. Okay.
volt sem ismerem, akik nem voltam a fogházban. És kiderült, hogy igen. Szerintem az idő is jár közben. Én is szeretném megköszönni mindenkinek nevében, Nádény eljött és mesélt erről az időszakról, ami, mint hallottuk is, nagyon nehéz volt az ő számára is, és csak csoda, hogy megmenekült, és itt van közöttünk. Ebben az évben lesz 93 éves, és hál' Istennek a jó egészségnek örvend. Köszönjük, hogy meghallgattak bennünket. Yeah, I do it.